Tukacs. Igen. Tukacs István. Nem. Nem. Dr. Újhelyi István. Dr. Újhelyi István. Nincs jelen. V. Németh Zsolt. Igen. Dr. Vadai Ágnes. Nincs jelen. Vágó Gábor. Nem. Vágó Sebestyén. Igen. Vantara Gyula. Igen. Varga Gábor. Igen. Varga Géza. Igen. Dr. Varga István. Igen. Varga József. Igen. Dr. Varga László. Nem. Varga László. Igen. Varga Mihály. Igen. Varga Zoltán. Nem. Varga Tamás. Igen. Varjú László. Varjú László. Nincs jelen. Dr. Vas Imre. Igen. Vécsei László. Igen. Dr. Vejkei Imre. Igen. Dr. Veres János. Nem. Víg László. Igen. Vince László. Igen. Dr. Vinnai Győző. Igen. Dr. Vitányi István. Igen. Vitányi Iván. Nem. Volner János. Igen. Vona Gábor. Nincs jelen. Dr. Völner Pál. Igen. Wintermantel Zsolt. Igen. Wittner Mária. Igen. Z. Kárpát Dániel. Igen. Zagyva György Gyula. Igen. Zakó László. Igen. Dr. Zombor Gábor. Igen. Dr. Zsiga Marcell. Igen. Zsigó Róbert. Igen. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, a szavazatok összeszámlálására a következő napi rendi pontok tárgyalása alatt kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, most házszabálytól való eltéréssel soron következik a 2010. év október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről szóló országgyűlési határozati javaslat, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről szóló országgyűlési határozati javaslat együttes és összevont általános és részletes vitája, valamint a határozathozatalok. Az előterjesztéseket HPR 2567. és HPR 2566. sorszámon megismerhették. Megadom a szót Tálai András államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának, és kérek szépen egy kis figyelmet. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés! A kormány 2010. október 6-án rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Vas megye területén a Vörösiszap katasztrófára tekintettel. A katasztrófa védelmi törvény rendelkezése szerint a veszélyhelyzet és a rendeleti úton bevezetett intézkedések a katasztrófa veszély elmúltáig, illetve a következmények felszámolásáig, de legfeljebb 15 napig vannak érvényben. Meghosszabbításukra az Országgyűlés adhat felhatalmazást. Az Országgyűlés 2010-ben is felhatalmazást adott a kormánynak, hogy a veszélyhelyzetet 2010. december 31-ig, illetve 2011. március 31-ig meghosszabbítsa. A külterületi mentesítés, a sérült vörösiszap tározó kazetta falának a kiszakadás helyén történő helyreállítása és a csurgalékvizek kezelésének befejezéséig azonban indokolt a folyamatos helyszíni jelenlét és a veszélyhelyzetet további 2011. június 30-ig történő meghosszabbítása. A másik határozati javaslatról, mi Borsod megye területére vonatkozik, a kormány 15/2011 második 21-i rendeletével az árvizek által veszélyeztetett települések védelme érdekében Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére is veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az év elején után tartó mérsékelten csapadékos időjárás hatására a vízgyűjtők nagy részén ugyanaz átlagosnál kisebb a hóban tárolt vízkészlet, de ez a kivétel,
a Sajó-Hernád vízgyűjtő területe, ahol a február végi érték a megszokottat meghaladja, és a vízgyűjtőn belül főképp a Hernád vízrendszerében található még jelentős vízmennyiség. A kormány által ismételten elrendelt veszélyhelyzet oka az árvízi veszélyeztetettség, ezért az egész tavasszal fennáll, ezért indokolt a veszélyhelyzet április 30-ig történő meghosszabbítása. Kérem ezért a tisztelt országgyűlést, hogy járuljon hozzá a veszélyhelyzet fenntartásához Borsodabúj-Zemplén megyében 2011. április 30-ig, Veszprém megyében pedig 2011. június 30-áig. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megadom a szót Kulcsár József úrnak, a Honvédelmi Bizottság előadójának. Elnök úr, tisztelt ház! 2010. október 4-én a Magyar Alumínium ZRT területén az egyik iszaptároló gátja átszakadt. Ennek következtében durván 700 ezer köbméter vörös iszap és víz öntötte el Kolontár és Devecser települések mélyebben fekvő részeit. 2010. október 6-án a kormány vészhelyzetet hirdetett Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron megye területén. A veszély elhárítása és a károk felszámolása azonban hosszabb ideig tartó feladatot jelentett. A kormány ezért felhatalmazást kapott az országgyűléstől, hogy a vészhelyzetet 2011. március 31-ig meghosszabbítsam. A tározó kazetta bezárásának várható befejezési időpontja a legkedvező forgatókönyv szerint is 2011. május 31-e. Amennyiben azonban a kivitelezés folyamán bármilyen, most még nem ismert műszaki probléma adódik, a kivitelezés június közepéig is elhúzódhat. Indokolt ezért az országgyűlés által adott felhatalmazás meghosszabbítása. Az országgyűlés határozat elfogadása esetén a kormánynak lehetősége lesz a vészhelyzet továbbra is fenntartani 2011. június 30-áig. Képviselőtársaim, támogatást kérném továbbá a vészhelyzet meghosszabbításához Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, ahol árvizek által fenyegetett települések védelme érdekében volt szükség erre az intézkedésre. Bár éveleje óta mérsékelt mennyiségű csapadék esett, a talaj magas vízterítettsége miatt mégis árvíz fenyegeti borsodi térséget. A Sajó-Hernád vízgyűjtő területén a februári érték jelenleg is meghaladja a megszokottat, amely mellett a Hernád vízrendszerében is a jelentős vízmennyiség halmozódott föl. Mindez indokoltá teszi a vészhelyzet 2011. április 30-áig történő fenntartásához. Kérem tehát a tisztelt országgyűlést, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2011. április 30-ig, Veszprém megyében pedig 2011. június 30-ig járuljon hozzám a vészhelyzet fenntartásához. Tisztelt országgyűlés, a bizottság véleményét is, állásfoglalást is ismertetem. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ma délutáni ülésén megtárgyalta a 2010. október 6-án kihirdetett vészhelyzet meghosszabbításának engedélyezésről szóló a H2567 számú és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett vészhelyzet meghosszabbításának engedélyezésről szóló H2566 számú Országgyűlési határozati javaslatot. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a bizottság a H2566 számú javaslatot egyhangulag, a H/2567 számú javaslatot 12 igen és 2 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek. Ennek során frakciónként egy-egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező független képviselő 8-8 percben, az ismételt felszólalás során pedig 5-5 percben fejtheti ki álláspontját. Most az elsőkörös felszólalások következnek. Előzetesen 4 képviselő jelezte írásban felszólalási szándékát. Megkérdezem Kulcsár József képviselő urat, hogy lehet, hogy rosszul értettem, de már elmondta a felszólalását, vagy pedig újra
szólni kíván. Értettem, jó, köszönöm szépen. Akkor csak három írásban előre bejelentkezett képviselő lesz. Elsőként Gőgös Zoltán, ezt követően Kepli Lajos, majd Szilágyi László képviselő urak. Megadom a szót Gőgös Zoltán képviselő úrnak. Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim. A katasztrófa helyzet meghosszabbításával kapcsolatban azt szeretném elmondani a frakciónk nevében, hogy az lenne most már a jó, hogyha a helyzet abban a térségben normalizálódna, amit ha indokolatlanul tartjuk fenn a katasztrófa helyzetet, amit már nyilván megoszlanak a szakértői vélemények a tározók kapcsán, az elég komoly terhet jelent az ott élőknek. A másik, hogy a katasztrófa helyzet olyan speciális helyzetbe hozza az ott intézkedő kormányzati szerveket, hogy bizonyos kártalanítási, kártérítési ügyekben is elég speciális eljárási módokat alkalmaznak, ami én azt gondolom időnként helyes. Szeretném hangsúlyozni, hogy az ottan élők, és szerintem valamennyien értékeljük azt a munkát, ami a katasztrófa konkrét elhárítása kapcsán történt, viszont szeretném jelezni államtitkár úrnak, illetve az illetékeseknek, hogy egyre inkább fogy a türelem a lakosság részéről is, illetve a vállalkozók részéről is. Folyamatos ígéreteket kaptak, és konkrét határidőket is bizonyos kártalanítási eljárások lefolytatására. Ezért én kihasználnám most az alkalmat, hogy meg is kérdezem államtitkár úrtól, hogy tartják-e azt a álláspontjukat, hogy mondjuk múlt héten kérdeztem, akkor azt mondta, hogy két héten belül például akik nem természetbeni kártérítést kértek lakhatás ügybe, hanem pénzbeli kártalanítást, hiszen nem kívánnak ott élni, hogy azok a jövő héten megkapják-e azt a pénzt, ami egyébként november 30-án szerződésbe megegyeztek. Ezt nagyon sokan fölvetik, hogy eltelt azóta 3 hónap, és igazából semmi nem történt, nem tudják újraindítani az életüket. A másik, hogy elég érdekes helyzet alakult ki, az újépítésű, illetve a használt lakásvásárlók kapcsán, amit részben én értek, például a butor beszerzések körül, ott egy meghívásos közbeszerzés után a nyertes fél kialudt egy katalógust, és beállított egy bemutató termet, amit én azt javasolnám a kormányzati szerveknek, hogy szálljanak rá időt, hogy ezt a katalógust vessék össze mondjuk a legegyszerűbb magyar butorokat árusító környékbeli kereskedések áraival, ugyanis ahelyett, hogy termelői áron tudnák majd ezeket a butorokat pótolni az ott élők, helyenként 4-5-szörös árakat tartalmaz a katalógus. Ezt nyugodtan bármikor ellenőrizhetik, nem muszáj elhinni ezt nekem. Ez egy nyilvános katalógus, bárki hozzáférhetett, amikor a bemutató tervet megnyitották, és mindenki arra számít, hogy a gyártói árakkal találkoznak, de ezek az árak helyenként 2-3-szorosát érik el a kiskereskedelmi áraknak. Ebben az a probléma, hogy miután maximálva van a lakosság irányába a kártérítés mértéke, ugyanazért a forrás, hogy pénzért lényegesen kevesebb butor tudnak pótolni. Én azt gondolom, hogy az is feladata a közbeszerzés kírónak, hogyha ilyen problémával találkozik, hogy utána esetleg ezen a helyzeten változtasson és valami más megoldást találjon. Ez semmiképp se szerencsés, és nagyon rossz visszhangot váltott ki az ott élők körébe, akiket bekényszerítik gyakorlatilag egy ilyen típusú magasabb összegű vásárlás, még akkor is, hogyha egy természetbeni kártalanításról van szó. A másik, hogy nagyon sokszor felvetettem én is, és a vállalkozók is jelzik, hogy olyan problémákkal néznek szembe, amire nem nagyon kapnak választ, hogy ki fog helytállni például azokért a hiteleikért, amit most sorban mondanak fel a bankok, hiszen még a káresemény által nem érintett ingatlanaik is nullává váltak, értéktelenné váltak, és egyre többen kapják a bankoktól a felszólítást, hogy fizessék vissza a hitelt, vagy adjanak be más fedezeti igazolást. Az már csak haba tortán, hogy a térségben működő vállalkozásoknál, nagyon soknál, és ezt azt gondolom visszatudják ellenőrizni, az adóhatóság most tartja több évre visszamenőleges ellenőrzést. Én úgy gondolom, hogy ezekre az apróságokra oda kellene figyelni a katasztrófa helyzetet kezelőknek. A másik ilyen probléma, és sajnálom, hogy kiment Fazekas miniszter úr, hogy például az állattartóknak természetbeni kártalanítást ígértek takarmányvásárlás ügyén, ezzel kapcsolatban azóta semmi nem történt.
jönnek a tavaszi munkák, ott élő mezőgazdasági vállalkozások nem tudják, hogy akkor lesz-e földcsere, milyen tevékenységet végezhetnek, hogy lesz. Tehát én úgy látom, hogy nagyon sok olyan ügy van, ami ott rendkívül nehéz helyzetbe hozza a vállalkozásokat, és ezt ők számtalanszor különböző fórumokon, különböző helyzetekben elmondták, de egyelőre azt tapasztalják, hogy nem nagyon történik semmi az ő ügyükben. Az is érdekelné ott az ottaniakat, hogy ugye az Európai Uniós szabályok szerint 200.000 euró fölötti kártérítéshez európai bizottsági hozzájárulás kell, hogy elindult-e ez a folyamat, hol tart ez az ügy, hiszen nagyon sok vállalkozót ért 200.000 eurót meghaladó kár. Nem tudnak mit kezdeni azokkal a dolgokkal, akik például bérleményben dolgoztak, és ugye a bérlőt vagy a tulajdonost illeti a kártalanítás, hogy hogyan fognak ők majd más helyen más dolgokat produkálni. Én úgy gondolom, az is érdemes, az is megér egy körültekintést, hogy mi annak az oka, hogy például a elszállított szennyezett termőtalaj helyett nem a helybeli engedéllyel rendelkező létesítendő halastóból prótolják a földet, hanem 70 kilométerről akarják szállítani. Én úgy gondolom, hogy ezek azok az ügyek, amik itt a katasztrófa helyzet kapcsán mindenképpen azt igénylik, hogy a kormányzat nagyobb odafigyelést tegyen, hogy a saját oda delegált emberei nem mindig csak papírból és bürokratikusan döntsenek ezekbe a kérdésekbe. Én azt kérem államtitkár úrtól, hogy fokozottan figyelmet fordítsanak erre az ügyre. Én azt látom, hogy a vállalkozók, akik nagyon sokat segítettek az ottani káresemények elhárításában, és eddig türelemmel voltak, hiszen ők is tudták, hogy az első nyilván a keletkezett károknak a fizikális megszüntetése, most már eljutottak arra a pontra, hogy egyszerűen a létüket fenyegeti az, hogyha ott valami nem történik, és nagyon, nagyon szeretnék, hogyha az a térség újra valamilyen módon normális életet élhetne. Én nagyon, nagyon szívesen át is adom azokat az információkat, amit nekünk folyamatosan mondanak, de úgy tudom, hogy ezeket írásban mindenki, minden illetékes kormányszerv megkapta. Én nagyon kérem az ezzel foglalkozó állami szerveket, hogy vegyék komolyan az ottani embereknek a felvetéseit, és próbáljanak azon a helyzeten változtatni, hogy minden héten elhangzik valamilyen ígéret azzal kapcsolatban, hogy majd jövő héten, majd ekkor, majd akkor. Nagyon-nagyon nagy probléma van abban a térségben, és azt várják az ott élők, hogy ne csak a mallal, meg a tározókkal összefüggő ügyekbe legyenek ilyen típusú gyors döntések, hanem az embereket, illetve az őket foglalkozható vállalkozók problémáira is minél előbb találjon a kormányzat megoldást. Tehát még egyszer szeretném jelezni, miután szakmai vita van arról, hogy ez a tározó, ami még nem készült fel, hogy a biztosítás mennyire indokolt és mennyire nem, mi tartózkodni fogunk ennél a szavazásnál, egyébként is az ilyen szakmai kérdések eldöntése úgy gondolom, hogy elsősorban a kormányzat felelőssége. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ugyancsak a 8 perces időkeretben megadom a lehetőséget Kepli Lajos képviselő úrnak. Jobbik. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt országgyűlés! Viszonylag rövid leszek. A Jobbik Magyarországért mozgalom frakciója támogatja mind a két esetben a vészhelyzet meghosszabbítását. Természetesen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei árvízhelyzettel kapcsolatosan ezt minden feltétel és kikötés nélkül tesszük meg, és ugyancsak megtesszük Kolontár, illetve Devecseri régióban történt vörösiszap katasztrófa kapcsán hozzájárulásunkat adjuk a veszélyhelyzet meghosszabbításához, azonban itt már kritikusabbak vagyunk, és valószínűleg ebben a formájában utoljára fogunk ehhez hozzájárulni, hiszen eltelt lassan már több mint fél év a katasztrófa óta, és meg kell, hogy szűnjenek azok a körülmények, amelyek a veszélyhelyzet kihirdetését indokolnák. Egyrészt a tározó falának bezárásával, ami be kell, hogy következzen erre a júniusi időpontra, másrészt pedig a gátak megépítésével, ugye már részben ez a veszélyhelyzet indokolatlanná is vált. Én tudom, hogy a termőföldeken még továbbra is ott áll a vörösiszap, és ennek eltakarítása folyamatosan zajlik, de én azt gondolom, hogy ez az idő, ami hátra van még június 30-áig, elég kell, hogy legyen arra, hogy a közvetlen veszélyhelyzet kihirdetését megszüntessük, és újra normális életfeltételeket biztosítsunk az ott élő embereknek.
Azt is tudom, hogy a héten kezdődik meg Devecserben a vörös iszappal szennyezett házak, épületek elbontása, és több mint 200 épület van érintve ebben, egy óriási nagy...